Noha mai éjszaka éjjel egy óráig volt nyitva az MSZNP székházának ajtaja azért, hogy aki akarta, lerúhassa tiszteletét a párt egykori első emberének ravatalánál, ma reggel 7 órától ismét sokan vártak türelmesen arra, hogy tisztelekhessenek Kádár János koporsója előtt. A nemzeti lobogót félárbócra eresztették a temetés idejére. Délután 1 órakor megkezdődtek a hivatalos koszorúzások. Ekkor már a ravatal mellett volt Kádár János felesége és a család tagjai, akikről ritkán hallottunk. Kádár János féltestvére és feleségének testvére, valamint azok gyermekei és unokái. Elsőként a párt nevében koszorút helyezett el Nyers Rezső és Bósz Károly, a magyar parlament képviseletében dr. Szűrös Mátyás. Az elnöki tanácsot Stauf F. Bruno képviselte. A kormány koszorúját Németh Miklós miniszterelnök helyezte el Kádár János ravatalánál. A kegyelet virágait hozta el ezen kívül a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, a Hazafias Népfront, a Vasas Szakszervezet, a SZOT, a DEMISZ küldöttségén kívül még 15 intézmény. A külföldi delegációk megemlékezésének sorát a Szovjetunió küldöttsége nyitotta meg, élén Jegor Ligacsovval, a politikai bizottság tagjával, a központi bizottság titkárával. A testvérpártok képviseletében helyeztek el koszorút a Polgárkommunista Párt, a Csehszlovák Kommunista Párt, a Lengyel Egyesült Munkáspárt, a Német Szocialista Egységpárt, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége és a Román Kommunista Párt képviselői. Ugyancsak képviseltette magát a temetési szertartáson Ausztria Kommunista Pártja, a Dán és az Olasz Kommunista Párt. Részvétét fejezte ki jelenlétével Finnországból a Szociáldemokrata Párt, valamint az NSZK-ból a CDU és a CSU parlamenti képviselője. Ezt követően a Magyarországra akkreditált diplomáciai képviseletek küldöttei tették tiszteletüket Kádár János ravatala előtt. A hivatalos koszorúzások közben olykor-olykor ismét elvonult a tisztelgő emberek olyan csoportja is, akiket az utcáról engedtek be, mert még délután is sok ember összegyűlt az MSZNP székháza előtt. A szertartásra érkező külföldi delegáció képviselőit fogadta Nyers Rezső, a párt elnöke, és Bósz Károly, a párt főtitkára. Ezen az eseményen jelen volt Németh Miklós és Pozsgai Imre, az elnökség tagjai, a szervező bizottság nevében pedig Szűrös Mátyás és Barabás János. Ezen az eseményen a televízió kamerái nem voltak ott. A tájékoztatóból az újságírók megtudhatták, hogy Nyers Rezső mondott köszönetet a pártok képviselőinek megemlékezésért, hangsúlyozva, jól esik ez számukra, és erőt adott további munkához. A delegátusok nevében Jegor Ligacsov beszélt. Tolmácsolta a szovjet párt és állami vezetés, valamint a szovjet nép részvétét. Hangsúlyozta, hogy a kiemelkedő személyek jelentőségét a történelem mutatja meg, azonban a mai élőknek is ismerniük kell Kádár János életútját. A szovjet kommunisták nem felejtik el Kádár János szavait, mely szerint nincs és nem volt, nem is lehet szovjetellenes kommunizmus. Giancarlo Pajetta, az olasz kommunisták egyik vezetője, a barátra, a kommunistára és a nemzetközi munkásmozgalom nagy alakjára emlékezett. Nyers Rezső, amint egy 40 perces találkozó végén a nemzetközi munkásmozgalom üzeneteként értékelte két megnyilvánulást. Délután 3 órától olták le kegyeletüket az MSZNP egykori vezetőjének ravatala előtt az apparátus dolgozói. Ekkor mondott beszédet Grósz Károly. Honfitársaink, kommunisták és párton kívüliek, ateisták és vallásos emberek, idősek és fiatalok, külföldi barátaink és tisztelőinek sokasága, eddig közel 60 ezer ember személyesen lótta le kegyeletét a ravatalnál. Megrendítő és egyben felemelő volt látni azt az eleven emberi láncot, amely méltóság teljes várakozásával, egy szál virággal vagy főhajtással adózott mindazelőtt, amit az utóbbi 3 évtizedben Kádár János jelentett nekik,
s egyben hitet tettek pártunk politikája a szocializmus ügye mellett. Azt már most is tudjuk, hogy távozásával hazánk történelmének jelentős korszaka zárult le. Hiszen, hogy azzal tiszteljük meg méltóképpen Kádár János elvtárs politikusi életművét, az ő neve által fémjelzett korszak tanulságaival is őszintén, tárgyilagosan szembenézünk. Csak is így tudjuk megőrizni és teljes gazdagságában kibontakoztatni a benne rejlő sok-sok értéket. Az utókor teszi majd mérlegre az általunk és a vele megélt évtizedeket. De azt már ma is tudjuk, hogy napjaink mély átalakulása nem így menne végbe, ha közelmúltunkban nem lettek volna a mába is érvényes értékeink. Ne formailag, hanem szellemiségében maradjunk hűek e párt alapító tagjának és első vezetőjének hitvallásához. Megrendülten búcsúzunk Kádár Jánostól. Emlékét megőrizzük. A fegyelem, a rend, a csend megrendítőbb, mint sok harsány ünneplés. Pest máskor talán legzajosabb utcáin, az MSZMP Dunaparti székházától, a Nagykörúton, a Rákóczi úton, a Mező Imre úton át, ilyen megrendítő csendben álltak, vártak az emberek hosszú perceken át, amíg a koporsót és a gyászoló hozzátartozókat vívő fekete kocsisor elhaladt. Az autós temetési menet díszmotorosok kíséretében körülbelül 20 perc alatt ért ki a temetőbe. A kerepesi temető kettes számú kapujától katonai díszkísérettel vállon vitték Kádár János koporsóját a munkásmozgalmi panteon előtti ravatalhoz, ahol a végső tisztességadást tartották. A gyászszertartáson résztvevők számát szinte lehetetlen volt megbecsülni, mert a fák, a bokrok sokakat eltakartak még a magasra helyezett kamerák szeme elől is. A szabad ég alatt elhelyezett ravatalnál politikusok álltak díszőrséget, majd felhangzott a himnusz. Megemlékezők sorát Nyers Rezső, az MSZMP elnöke kezdte. Mi mindnyájan, akik gyászolni gyűltünk egybe, valljuk, hogy Kádár János egyszerre volt a 20. század második felének jelentős magyar politikusa, évtizedekig kiemelkedő államférfi, az eszméjéhez mind halálig hű pártvezető, aki szolgálatként fogta fel munkáját. Szolgálatként az emberért, a népért, a pártért. A magyar kommunisták úgy emlékeznek Kádár Jánosra, mint aki a nemzeti megbékélés érdekében mindig kész volt a megegyezésre. Nem feledkeznek meg a 60-as, 70-es évek Magyarországáról, amikor hazánkat lehetőségeinkkel és korlátainkkal együtt is a megújulás előfutáraként tartotta számon a nemzetközi és a honi közvélemény. Küzdelmes élete számunkra intelem is egyben. Ismernünk kell történelmünket, és tisztelnünk kell értékeinket, mert enélkül nem őrizhetjük meg önbecsülésünket. Igaz ez akkor is, ha ma az ország nehéz helyzetben van.
mai problémáink jó része a múltban gyökerezzik, kevéssé kidolgozott koncepciókhoz, félig megvalósított elképzelésekhez, néha tévhitekhez, néha féligasságokhoz és félelmekhez is kötődik. A korszaknak azt a részét téves ítéletek, kudarcok is tarkították. A hibákat beismernünk, a tanulságokat megszívlelnünk kell. Minden új dolog születése nehéz és felelősségteljes dolog. Magyarország elindult egy úton, még Kádár János idejében és korszakában. Olyan úton, amelyen előtte senki sem jár, amelynek kitaposása egyáltalán nem könnyű, áldozatokkal is járó küzdelem. Személyemben is búcsúzom Kádár Jánostól. Meghatottan, szomorúan. Több mint 40 esztendeig voltunk politikai fegyvertársak a társadalmi haladásért folyt küzdelemben. Együtt vettünk részt a kommunista és a szociáldemokrata párt egyesítésében Nagy-Budapesten. Együtt küzdöttünk a kritikus időszakban a Rákosi vezetés és a dogmatizmus ellen. Együtt dolgoztunk sokáig a reformokért. Egy bizonyos ponton külön váltunk a változások méreteinek, módszereinek és ütemének kérdésében, de sohasem az eszmében és a főirányban. Meditálva, sokszor vitázva, de mindig egymásra is figyelve jártuk ugyanazt az utat. Most érzem én is, mennyire igaz, ha hozzánk közel álló társunkat veszítjük el, saját énünkből is hiányozni fog valami. De vallom, hogy nem csak nekem, hanem az egész országnak hiányozni fog. Korszakos munkásságával olyan politikát képviselt, amely az embereket a haza felemelkedése érdekében nem elválasztani, hanem összefűzni akarta. Olyan nemzeti közmegegyezésre törekedett, ami termékenyítő, energiát adó, gyümölcsöző együttműködést a számára mindenek felett tisztelt, egyszerű, dolgos embert, a munkást, a parasztot, a művészt, az értelmiségit, a politikus szolgálta. Rokonszenves, bölcs, szerény egyéniségére nagy szükség lenne ma is. A búcsúzók sorát az elnöki tanács elnöke Straubert Bruno folytatta. Azt a 30-nál is több esztendőt, amit hazánk első embereként élt meg, immár végérvényesen Kádár korszakként őrzi meg a históriai emlékezet. Neve egy hosszú és tanulságos időszak jelzője lett. Ez ellen már hiába tiltakozna szikár puritanizmusa, a személyiség kultuszát következetesen elutasító erkölcsi és politikai érzékenysége. De hát ki tudta volna nála jobban, hogy a személyes szándéknak mindig meg kell hajolnia az élet valóságai előtt. Hiszen sokszor meghajolt ő is, mert meg kellett hajolni, nem önmagáért, hanem a vállalt szolgálatért. Mert Kádár János szolgált. Előbb talán csak egy osztályt és egy pártot, majd a magyarság millióit, bennünket, a nemzet párton kívüli többségét is. Szolgált a Biblia bölcsességéből is merítve, amikor küldetése úgy kívánta mondván, aki nincs ellenünk, az velünk van. Olyan ismerősen és megkönnyebbülés hozóan csengenek fülünkben ezek a szavak. És ez a mondat a hihetetlennek tűnő nemzeti közmegegyezés legsérthetetlenebb első számú alapelve lett. Mindenki számára érthető, és mindenki számára biztató, mert emberséget sugalt. Emberséget az embertelenség évei után, reményt
a reménytelenségébe után, társadalmi békét a békétlenségébe után. Államférfiútól búcsúzunk, olyan magyar államférfitől, akinek nevét nem csak egy nemzet emlékezete őrzi meg, hanem Európa emlékezete is. Hiszen Kádár János felismerte, hogy a ketté szakított Európa nem realitás, csupán egy korszak torz szülötte. Felismerte, hogy a fenyegetések párhuzamos monológiai helyett a kölcsönös megértés érdemes dialogusaira van szükség. És minél előbb, míg az emberiség nem tesz maga ellen valami jóvá tehetetlent. Megértésre nem mindig és nem mindenhol talált, de a párbeszéd elkezdődött, s napjainkra már a rendszerek és az országok természetes érintkezési módszerévé lett. Így vált egyetemes értékű történelmi tetté az a külpolitikai nyitás, melyhez Kádár János személyisége, mentalitása, a sajátos kádári észjárás kellett. Most a Föld fogadja be. Vele legújabb kori történetünk egy darabja száll a sírba, búcsúzom tőle. Hiszem, hogy egy ország búcsúzik tőle, és kívánja velem együtt, hogy fedje béke porait. Ezután Kollát Pál, a GANZ Danubius gépgyár lakatos csoportvezetője búcsúzott Kádár Jánostól. A környezetemben élők, pártunk tagjai, pártszervezetem, párton kívüli munkatársaim, ismerőseim szeretetét, tiszteletét, nagyra becsülését kívánom kifejezni. Az ön munkássága, élete, szorgalma, töretlen tenni akarása, elkötelezettsége nem csak a sajtóból, televízióból jutott el hozzánk. Gyárlátogatásai alkalmával, országgyűlési választóbeszédei megtartásakor, találkozásainkor személyesen győződhettünk meg arról, hogy értünk, velünk, a munkásokért dolgozik. Közvetlenségével, egyszerű, közérthető előadásaival, a dolgokat nevén nevező beszédével értünk, hozzánk szólt. Hagyatéka nem összegyűjtött anyagi javakból áll. Pont az életből a munka, a feladatok, az ország, az emberek jobb élete, boldogulása mozgatta, vezérelte. Fizetségnek az eredményeket, az emberek megelégedését tartotta. Mi, akik örökségében osztozni akarunk, kemény munkát kapunk, ezt megtisztelő bizalomnak, feladatnak érezzük. Búcsúzom öntől egy munkáskerület, Angyalföld, a Magyar Szocialista Munkáspárt hajógyári tagjai, a párton kívülek és az ön szerető, becsülő és tisztelő emberek nevében. Utolsó találkozásunkról azzal az ígérettel térünk haza, hogy emlékét legjobb tudásunk szerint végzett munkánkkal, ügyünk iránti szilárd elkötelezettséggel, az önéhez hasonló szerénységgel, tisztességgel, a valóságos helyzetből kiindulva, megújulva végezzük. Ezen gondolatok jegyében tisztelettel, lehajtott fővel, egy nagy közösség nevében búcsúzom öntől, tisztelt Kádár János elvtárs. A beszédek után a koporsót vállra emelték és a sírhoz vitték. Ezen az utolsó úton magyar politikusok, testvérpártok küldöttei és külföldi delegációk kísérték. A koszorúk a virágok között ott volt az a 40 szál vörös szegfüggőfont csokor, amelyet a feleség Mária dobott a sírba, ugyanis tegnap ünnepelték volna a házasságuk 40. évfordulóját. Kádár János koporsóját a szózat hangjai mellett helyezték a földbe. A végtisztesség záró mozzanataként a gyászolók ezrei együtt énekelték el az Internacionálét.